Sziasztok, egy újabb videóval jelentkezek. Ezt a videót azért csinálom, mert elég érdekes mostában a Vatera. Én akartam venni Paksi Endrétől két könyvet, az egyik könyváruháztól, nem mondom ki a nevét, és érdekes, hogy két napra rá, miután leütöttem, így értékelték az adástvételt. Pozitívra, hogy kiváló partner, mindenkinek ajánlom. Na, ezzel nincs semmi baj, de én még át sem vettem a könyvet, gyerekek. Tehát írtam nekik, hogy ez micsoda, nem írtak vissza. Aztán írtam nekik még egyszer, hogy léci, írjanak már vissza, hogy miért értékelték az adásvételt, és hogy pontosan nekem hova kell menni átvenni ezt a két könyvet, mert még nem vettem át. És semmi választ nem kaptam. Tehát vagy az van, hogy nem találták raktáron, azt inkább értékelték pozitívan, vagy pedig egy kamu az egész, de akkor írjanak már rám a kurva életbe, hogy te hülye gyerek, nem találtuk meg a könyvet, elnézést kérünk, de azért pozitívan értékelünk. Hihetetlen, hihetetlen. Nem értettem ezt igazából, és fogalmam nincs, hogy ez most mi a fene volt. Érdekes ez a Vatera. Egyszer már jártam így egyébként, egy másik könyváruházzal, azok is ugyanezt csinálták, hogy leütöm, aztán pozitívan értékelnek. Ami rendben is van, de hát ha egyszer még nem vettem át a könyvet, akkor ne értékeljenek már. Nem tudom, hogy mással is történt-e már ilyen. Legutóbb például az volt, hogy van a Gears of War, vagy Gears of War, ki, hogy ejti ki, annak a játéknak megjelent egy könyvváltozata, én meg akartam volna venni. Már nem is tudom, hogy hova kellett mennem, valahova a belvárosba, tök mindegy. Megbeszéltünk egy időpontot, hogy délután 3-ra ott leszek, rendben van. És én ugyebár nekem akkor nem volt telefonom, és anyám telefonját vittem el, és arról hívtam föl a csávót, és nem vette föl a telefont. Háromszor hívtam, háromszor, ott voltam 3-ra. Még fel is csöngettem, senki nem szólt vele, nem nyitották ki az ajtót, vagy valami. És akkor már hazaértem, és kaptam egy SMS-t anyám telefonjára, hogy ő most nem tud fölhívni, hogy én miért kerestem. Én meg írtam neki, hogy én voltam az, akivel megbeszélt, hogy 3-3-ra menjek, és ő azt mondta, hogy azért nem vette föl azt a telefont, az a lényege, hogy azért nem vette föl azt a telefont, mert hogy nem ez a telefonszám volt Vaterán megadva, és neki nem kötelessége felvenni ezt a telefont. Hát akkor bazd meg, akkor egyik telefont se vedd föl, hogyha esetleg hívnak máshonnan, bárki hívhat téged. Ne vedd föl akkor a telefont. De komolyan, most csak azért nem vetted föl, mert berezeltél, vagy én nem tudom most. Engem hívnak egy másik telóról, én fölveszem. Bárki hívhat, én felveszem. Egyszerűen én ezt nem értettem, és nem értem, hogy mi a fene történt. És akkor elkezdi, hogy otthon volt a barátnője, hogy nem igaz, hogy én felcsöngettem. Hát, vagy kétszer felcsöngettem, zenélt minden. Kétszer felcsöngettem, mert azt mondta, hogy a barátnője is le tudta volna hozni a könyvet, és ez egy hazugság volt. Kétszer felcsöngettem, senki nem volt, hívtam, nem vette föl, és akkor utólag elmondta, hogy azért nem vette föl, mert nem arról a telefonszámról hívtam, ami megvan adva. Ez a lényege. Hát a kurva életbe, hát. És ilyen emberek vannak, és beszarok, és negatívval értékelt, én meg semlegessel értékeltem. És volt pofája negatívval értékelni. Hát akkor rohadjál meg. Tehát komolyan mondom, tehát, és én vagyok a hibás. Mikor 3 órát beszélünk meg, nincs otthon a barátnője, vagy hogyha otthon is volt, akkor a barátnője rezelt be, vagy hazudik, már fogalmam nincs, de szégyelje el magát ez az ember. Egyszerűen ilyenek vannak Vaterán, úgyhogy nagyon kell vigyázni, mert sok a hazug ember. Nem volt drága az a könyv, de jó lett volna, hogyha meg tudom venni, mert már el akarnám olvasni. Annak is aztán van már egy 3 vagy 4 része. És egy ilyen hülye ember miatt nem, mikor 3 órát beszélünk meg, és ő 4-re ér haza is.
Nem értem, hogy miért nem lehetett volna felvenni azt a rohadt telefont. Ja, és még azt is mondta, hogy dolga volt. Azért se tudta még felvenni. Hát mi dolgod van? Hagyjad már, persze, dolgozol, hagyjad már. Szombati nap volt. Hát. Ez egy kifogás volt, szerintem a csávó otthon volt, csak berezelt, vagy kinézett az ablakon, azt meglátott, vagy nem tudom, nem is érdekel már engem. Úgyhogy vigyázzatok a vaterára nagyon, mert ilyen emberekkel van tele. Hát köszönöm a figyelmet, mindenkinek csak ennyit akartam. Sziasztok!